Szervusztok, jó napot kívánok! Köszöntöm a nézőket és a hallgatókat. Ez az Igen Szolidaritás Magyarország mozgalom által működtetett Sinistro Versum podcastnak egy tulajdonképpen egy külön kiadása, hiszen most nem arról van szó, hogy valami vendéget hívunk, és akkor vele jól elbeszélgetünk, kvázi szakértő és politikus közti beszélgetés, hanem igazából arról van szó, hogy szeretnénk bemutatni, miként is alakul ennek a pártnak a belső élete, különös tekintettel arra, hogy azért, ahogy Székely Sándor szokta mondani, menet közben szereljük a hajót, vagy a repülőt, vagy az űrhajót, és igazából tényleg a korral együtt kell haladni, hogy a mindenkori alapvető elméleti téziseinket, tételeinket azért mégis a valósággal össze tudjuk mérni. Nos, ennek a mai beszélgetésnek két résztvevője van rajtam kívül, és tényleg ismét köszönöm, hogy eljöttetek. Nevezetesen Bíró Zoltán, aki az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomnak egyik alapító tagja, ugyanúgy Székely Sándor, aki szintén alapítója ennek a társulatnak, és Zoliról talán annyit érdemes így előzetesen elmondani, hogy ő neki nagyon sok tanult szakmája van, de leginkább a kertészet és általában a állat és növényvilág az, ami igazából közel áll hozzá. Sándor pedig szervező, politikus, egykori országgyűlési képviselő, és a pártnak a igazgatója ez idő, tehát ő a pártigazgató. De nem ezek a minőségek számítanak most itt, hanem az, hogy megpróbáljuk egy kicsit bemutatni, miként is éljük meg mi a pártomból életet, miképpen tisztázzuk a gondolatainkat. És a mai első témaként alapvetően azt javasoltuk egymásnak, hogy járjuk körbe ennek a szocializmus nevű szónak a szövegkörnyezetét, hiszen a pártunk hosszú távú célja, a távlati célja a szocializmusnak az elérése. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a mai magyar társadalom minden tagjának van valamilyen képe erről a dologról, és elég szerteágazó ez a kép. Hát próbálnánk mi most azt tisztázni, hogy ezen belül a mi pártunknak, az Igen Szolidaritásnak miképpen is néz ki ez a bizonyos szocializmus képe. Úgyhogy én elsőként talán Sanyihoz fordulnék, hiszen a mozgalmi múltja alapján azt kell mondjam, hogy elég sokat volt az emberek sűrűjében, mondjuk így. Ezt jó magamról is elmondhatom, de most itt nem igazából az a fontos, hogy a magam tapasztalatait itt rögtön ide öntsem, hanem az, hogy először azért a többieket hallgassuk meg. Szóval Sándor, neked mikor jött be az a dolog, hogy tulajdonképpen te mégiscsak szocializmust akarsz? De nincs ennek időpontja, és egyébként ez egy folyamat volt, mert ugye én egy ilyen balos, tehát külvárosi értelmiségi családból jöttem, anyukám szakszervezeti vezető is volt, édesapám pártag is volt, ugye még az előző rendszerben. Ugye ő annyira komolyan vette, hogy ezt az egész dolgot, hogy 82-ben, amikor a Újpalotán, ahol mi laktunk, a panelban, akkor ott lett egy trafik, és akkor megtiltotta édesanyámnak, hogy ott ő vásároljon. De az idők szavát is érezhette az édesapám, aztán 89-ben ő megvásárolta ezt a trafikot. De szóval, hogy az anekdotázást félretéve, én is így kiestem ebből a dologból, és aztán, amikor én egyetlen politikai pályára léptem, ez valahol 2011-ben volt, ennek vannak előzményei, de nem mondom, mert szétfeszíti a műsor kereteit, akkor én nem baloldali szervezetekbe csekkolódtam be, hanem csak úgy általában a magyar ellenzéki politikába. És hát én jó sok mindenkivel találkoztam, és jó sok mindenkivel beszélgettem, és mindenféle szervezetben benne voltam, de valahogy a tartalom az hiányzott. És egyáltalán az én élethelyzetemre nem reagálta. Az én élethelyzetemre és a körülöttem lévő emberek élethelyzetére, ami 2011-ben ugyanadjából az volt, hogy én egy teljes csődben lévő ember voltam, és pedig előtte végig dolgoztam nagyon komolyan sok évet, és nagyon nehéz anyagi körülmények között voltam, nyilván ebben volt az én hibám is, de ugye azért szép lassan megfogalmazódott bennem, hogy az én hibáim, egyetemi hibáimon kívül azért nem biztos, hogy csak az én vagyok a hibás,
hanem hát az éten vannak rendszer szintű problémák. És akkor ez így szép lassan így hát ha már politizáltam, és nyilván ellenzéki politizáltam, akkor így szép lassan én hónapról hónapra, évről évre, ez nem volt egy gyors folyamat, valószínűleg én egy lassú felfogású ember vagyok. Tehát bennem ez így évek alatt formálódott át, ugye találkoztam a Huszti Andrával, vagy elnökasztjunkkal, Kalmár Szilárddal, veled, sokat beszélgetve, éjszakákat meg. Nem. Itt szép lassan fogalmazódott meg, hogy hát azért itt azon kívül van egy Orbán Viktor, egy Orbán rendszer, ami nem jó, de alapvetően az is egy probléma, hogy maga az egész rendszer, tehát hogyha kiveszed a képből Orbán Viktort, akkor úgy alapvetően is rossz ez az egész, mert egy kizsákmányolásra épül, tehát az átlag dolgozó emberek kizsákmányolására épül, no pláne, pont erről beszélgettem egy fórumon pár nappal ezelőtt a baloldali szigetfeszten, hogy atomizálódik a társadalom, mert ez leginkább a nagyvárosokban érződik, és hogy tehát élni sem jó ebbe, tehát nem jó megélni ezt az egész dolgot, amiben mi élünk, függetlenül attól egyébként lehet valaki kőgazdag is, valószínűleg akkor sem érzi magát jól, tehát nem kell ehhez két-három munkahelyen dolgoznia azért, hogy egy fizetésed meglegyen, ezzel nem jó élethelyzet, Magyarország jelentős része ebben van. De speciális, hogyha valakinek sok pénze van, akkor sem biztos, hogy ő magát jól érzi, mert egyszerűen, amit mi összeraktunk magunknak ebben az elmúlt 32 évben kapitalizmus címszó alatt, ez egy élhetetlen dolog. És hogy sokkal jobb lenne, hogyha máshogy élnénk, és ugye ez lenne a szocializmus, ami nálam alapvetően a közösségről szól. És persze most mehetünk a politikai szocializmusra, hogy igenis az állam az legyen erős állam, ne a haveroknak legyenek tehát az áramszolgáltatás, ami a stratégiai ágazat, ne valakinek a haverjái legyen, hanem legyen a magyar állam, mert az adófizetők összedobják rá a pénzt, és utána az áramszolgáltató a magyar adófizetők pénzéből áramot szolgáltat a magyaroknak. És ebből nem kis Józsinak kell profitálnia, hanem az menjen vissza a magyar államban, és a magyar állam az ebből bejövő profitból mondjuk csináljon jobb oktatást, jobb utakat, jobb egészségügyet, bla bla bla. És hát nyilvánvalóan én sokkal jobban szeretném, hogyha nem ennyire lennénk individualisták, mint ahogy most vagyunk, az emberek individualista lények, én is az vagyok természetesen, de én sokkal több közösségi élést és megélést gondolok jónak, mert amit most csinálunk magunkkal, az nem jó. Tehát az élhetetlen, és nagyon-nagyon sok emberen látom körülöttem, meg a társadalom, hogy kiégés felé tántorgunk. Zoli, nálad hogyan alakult ez a dolog? Tehát, hogy nem is feltétlen azt, hogy mikor, hanem hogyan alakult ki az a pillanat, hogy azt mondod, hogy tulajdonképpen ezt a szocializmust akarnám. Először is köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást. És köszöntök mindenkit. Igen. Ha így évszámhoz kellene kötni, akkor körülbelül 20 évvel ezelőtt kezdődött ez az egész. Picit a gyerekkoromról. Ugye én úgymond vidéki gyereknek számítottam. Ez azt jelenti, hogy Orosháza mellett egy Gyökeres nevű kis faluba töltöttem gyerekkoromat. Alapjában véve pesti gyerek voltam. De a nyarakat és amit tudtunk, azt ugye ott töltöttük. És ott volt az a lehetőség elsősoron, hogy rengeteget tudtam csak úgy lenni, csak úgy figyelni. És mindig is azt tettem, a mai napig is azt teszem, hogy csak simán figyelek. És így is telt el a gyerekkorom, és ahogy egyre több tapasztalatot szereztem, tehát a tapasztalatot én most arra értek, hogy fizikálisan közem volt dolgokhoz, eseményekhez, és a saját bőrömön tudtam tapasztalni, tehát nem mások mondták, hogy ez így van, hanem én megtapasztaltam, hogy ez valóban így van. Akkor kezdett... Hát, hogy kitisztulni az a kép, hogy itt először csak annyi, hogy valami nem gömbölyű. Tehát itt valami nem... Vagy én vagyok hülye, vagy a tükör görbe, mondhatnám úgy is. Egy idő után aztán belém verték, hogy igen, én vagyok a hülye. És akkor ugye ezzel egyre is voltam, ugyanúgy gondolkodtam, próbáltam megérteni, mi miért történik, miért pont így történik. És aztán, ahogy teltek múltak az évek, én is kezdtem ugye korosodni, vagy több tapasztalatot szerezni. Öregedés szót nem szeretem használni, mert öreg az országút, mint tudjuk. Akkor döntöttem úgy, hogy miért kellene nekem mindig azt tennem, amit mások mondanak. Tehát
mitől leszek én attól több vagy kevesebb, ha azt teszem, amit mások mondanak, vagy azt teszem, amit én gondolok, hogy tennem kellene. És így innentől kezdve történt az, hogy úgy szemléltem a világot, ahogy most is éppen szemlélek, hogy feltettem azt a kérdést, hogy biztos, hogy szükségünk van nekünk arra, hogy egyre több szemetet termeljük. Mert ez a rendszer, ami most ráépül az világunk, az semmi más nem tesz, csak szemetet termel. Csomó olyan dolgot termelünk, állítunk elő, ami a kukába végzi, jobb esetben a szeméttelepen, rosszabb esetben ugye környezetünket ékesíti. És innentől kezdve akkor azt mondtam, hogy oké, értem, elfogadom, hogy nem vagyok normális, de én úgy gondolom, hogy innen nézve a másik fele nem normális. Beszéltek, és a mai napig beszélnek a biztonságról, a szeretetről. De hogy lehet biztonságról és szeretetről beszélni úgy, hogy folyamatosan gyűlölködünk és a háborút tápláljuk? Mindig azon vagyunk, hogy a viszály keletkezzen. Hát abban van a pénz. Igen, igen. Tehát itt mindig oda kerül vissza, és mindig oda jut vissza az ember, hogy ez semmi másról nem szól, csak valahol elcsúszott az az értékrend, ami hát meghatározhatná az életünket, és ezt hívhatjuk szocializmusnak, mert a szociális nézetek, a szociális közösség az, ami mindent létrehozott, akár a pénzt is, és mindent a világon, a szociális közösség az mi emberek hoztuk létre. Tehát ez mint értéknek kell elsődlegesnek lennie, és én valahol így kötődök a szocializmushoz, és egyre inkább nem tetszik az, hogy értem én a kapitalizmus lényegét. Oké, nem lehet cserekereskedelmet, mert nem tud mindenki bizonyos dolgokat előállítani, megtermelni, mert nem érdekli, nem akar avval foglalkozni, és ezért létre lett hozva egy értékközvetítő a pénz, mint olyan most jelen helyzetben. Na de ez még mindig akkor is csak egy értéktelen értékközvetítő. Az érték nem a pénz. Az érték az az ember, aki mögötte áll, és működteti ezt az egészet, akár a gazdaságot, mert az sem a pénz működteti, hanem emberek működtetik. Úgyhogy így kerültem én ide, ez is ugye hosszú-hosszú folyamat, és most is tanulok, figyelek, és próbálom kritikusan, de nem elfogultan nézni és tekinteni a jelenlegi rendszerre is, mert ez is kell, mert így alakítottuk ki az életünket, tehát ezt nem lehet csak úgy kidobni, de nem ennek kell, hogy legyen a fő értéknek, a fő irányadónak adni. Én azt hiszem, hogy mind a kettőtöknek a elmondásában volt egy közös pont, nevezetesen az, hogy először magatokba próbáltátok keresni a hibát, hogy mi az, amit nektek kell csinálni ahhoz, hogy jobban működjenek a dolgok, és mind a ketten rájöttetek arra, hogy tulajdonképpen lehet egy darabig akár tökére fejleszteni kinek-kinek a maga hozzáállását, de ettől még egy, nevezzük így, rossz rendszerben nyilvánvalóan nem lehet normálisan működni. Na most szerintem ez a felismerés azért ráférne a társadalomra, mert egy kicsit úgy érzem, hogy nem csak a mai magyar kapitalizmus, de általában úgy vannak berendezkedve az országok, hogy tulajdonképpen minden rendben van, csak éppen te vagy valahol defektes, vagy éppen sikeres a másik ágon. Na most ez egy kicsit engem arra emlékeztet, hogy ugye voltak különböző kísérletek, és ma is vannak, ez ugye egy szabályozás, tehát az úgynevezett kapitalizmusnak valamiféle járomba hajtása, valamiféle tompítása, és erre vannak is jó példák, ahol ez sikerült, mondjuk a skandináv modelleket, ha nézzük, de hát azért a kínai kapitalista modell, amit ráadásul egy kommunista párt szervez, azért ott bele lehet kötni egy csomó mindenbe, hogy hogyan működik. Most például csak a környezetszennyezés dolgában Kína az abszolút élenjáró. Meg emberi jogok. Igen. Meg emberi jogok, de tulajdonképpen én azt kérdezném, hogy mint hogy a szocializmusnak van egy olyan, legalábbis a marx értelembe vett szocializmusnak, vagy a tudományos szocializmusnak van egy olyan sarkatos pontja, hogy a szocializmus mint társadalmi formáció az egyúttal azt jelenti, hogy a termelő eszközök köztulajdonban vannak. Na most ugye ez azt jelenti, hogy
neked lehet egy borzasztó nagy autód, oda mész fel, ahol akarsz, de abban a pillanatban, hogy te az a szemét szállítasz, akkor az már egyféle kizsákmányolási logikát indít el. Gyakorlatilag ti hogyan viszonyultok ehhez a dologhoz, hogy hol vannak a tulajdonnak, a magántulajdonnak a határai, mint mondom, most vegyük csak ezt a tételt, mint ilyen fogockodót, hogy a tudományos szociális álláspontja szerint maguk a termelő eszközök, azok nem lehetnek magántulajdonba. Bár ezt inkább azért a kommunista felállásra szokták értelmezni nagyon sokan, de rossz hírem van, innen indul a dolog, tehát a tudományos szocializmus az nem egy társadalmi formáció, az egy eszmerendszer. Csak aztán ebből vettük át, hogy akkor szocializmusnak hívjuk bizonyos esetekben a társadalmi rendszert is. Tehát igazából az a kérdésem, hogy ti hogyan állnátok hozzá ehhez a kérdéshez, vagy hogyan álltok hozzá ehhez a kérdéshez, amit úgy hívunk, hogy tulajdon, magántulajdon? Hát ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, én azt gondolom. Mondom, hogy ez egy olyan családból jövök, akiknek ugye 44-ben nem csak az életüket vették el, hanem ugye a boltjaikat is, aztán ezt 49-ben újra egy egészen másik rendszer Magyarországon megcsinált, és egyébként tőlem is vettek el már 2012-ben egy, ez nem tőlem, de az édesapámnak a boltját, tehát aztán politikai okokból, illetve de mert a önkormányzat azt mondta, hogy nem lehetnek olyan bódék kint a közterületen, mindenféle indoklás nélkül, mindegy, szóval, hogy szar az, amikor az embernek van valamije, és akkor egyszer csak rámondják, hogy hát akkor ez most nem a tied, meg államosító, meg ide, tehát ez nem jó, és szerintem ez nem is járható út. Tehát ebből mindig, szóval amikor valaki agresszívan jön, és akkor most itt új és meg elvtárs, vagy nem tudom ki, hogy te most bűnös vagy magántulajdon üzemeltetés, és akkor azt mondja, elvesszük a közös jobbért, tehát ilyen nincs. Tehát ugye ezért veszélyes, és ez csak is elnézéseket tud szülni, és mondja, ez. De megpróbálom egy példával, hogy ezt milyen helyzetben vagyunk most, és hogy miért kellene mégis ezt az egészet megváltoztatni valahogy, és ez nyilván úgy tud lenni, hogy az emberek ezt akarják. Ha nem akarják, akkor abból egy... Szóval, hogy mondjam, hogy ez két verzió van, diktatúrával jövünk, és akkor fegyvereket odaszegezik hozzá, és akkor ad ide, amit van, majd működtetjük. A mondat, ugye, ilyen már volt egyébként Magyarországon is, vagy B, a társadalom egyszerűen arra jön rá, hogy nem jó, amit eddig csinált, és ezt egész egyszerűen át kell állni valami másra. Hát én ugye idealista vagyok, és én ebben a másodikban gondolkodok. Mert ugye mi van most? Most az van, hogy az egész bolygó művelt nyugati fele aggódik a környezetszennyeződésre. Mind meg fogunk halni, mert fölmelegszik a Föld, és itt a világ vége. Ugyanez az aggódó, fejlődő nyugati világ két évente cseréli a bútorát, egy évente a kocsiját, fél évente a telefonját, szezononként a ruháit, és veszi a 1000 kilométerre odautaztatott ételeket, és akkor most hagyd ne soroljam tovább. Tehát én rengeteg ilyen emberrel beszéltek, hogy tudom, hogy űrült környezetvédő, és de mindegyik, az összes felsorolt eddigieket csinálja. És ez nagyon általános. Amíg ebbe vagyunk, addig az fog történni körülöttünk, amit most tapasztalunk. És ugye ez kérdés, ez meddig tartható fönt? Ugye erős a nagy víz, hogy a fenntartható, nem tudom, fenntartható fejlődés. Most látjuk, hogy omlik össze, vagy úgy tűnik, hogy most kicsit omlik össze, szóval inkább borzasztóan omlik össze ez a világ itt körülöttünk. Volt már ilyen az emberi történelemben, nem egyszer, nem kétszer, hogy úgy tűnt, hogy összeomlik minden, aztán tenne. Össze is omlott, de aztán az ember mégiscsak utána összeszedte magát, és akkor új utakon indult el. De szóval az látszódik, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye szép szavak vannak, de amikor az embernek magára vonatkoztatóan kellene úgy élni, akkor nincsenek a szép szavak, ott már működik a reklám, meg hogy meg kell mutatni, meg hát ez még belefér, meg most
hát a gyereknek, hogyha nekem megvolt, akkor a gyereknek is legyen meg. Tehát ugye itt, szóval itt nagyon komoly problémákat látok, és a környezetemben is, meg a szűkebb környezetemben is, meg úgy általában is, és én őszintén szóval aggódok magunk miatt, hogy el tudjuk mi azt magyarázni, most pedig baloldaliak, igen, szolidaritás Magyarország, az ISZOM is, meg a csatolt szerve is, és Magyarországon is a többi baloldali szervezet, meg a Európa, meg a bolygón, hogy ez így nem jó. Tehát, hogy egyrészt tök felesleges dolgokért dolgoznak az emberek, tehát a 20. pólóért, meg a 4. új autóért, meg nem tudom, semmi értelme nincsen. És másrészt, hogy egész egyszerűen át is verik őket, szóval tényleg arról van szó, hogy itt pár tízezer egészen elképesztően gazdag ember él ezen a bolygón, él hozzávetőlegesen pár százmillió viszonylagos jólétben élő ember, legyen 600 millió, és van az összes többi, akik viszont már nem élnek jól, hanem igenis abszolút frusztrálódnak, és tehát ugye most nézhetjük az indiai, afrikai és közép- és dél-amerikai egyes régiók helyzetét, de nyugodtan el lehet menni Magyarországon is, és végig lehet beszélni a rendőrökkel, a tanárokkal, és akkor hagyna soroljam végig a szakmákat, hogy ki mit tesz meg azért, hogy ebben az igazságtalan tulajdon viszonyban ő valahogy mégiscsak legyen lakása, lakhatása, kajája, tudja a gyerekeit normálisan oktatni, el tudjon esetleg menni két hétre nyaralni. És azért őszintén szóval ugye azt kell felismerni, hogy ez azért alapvetően a tulajdonviszonyok miatt van így. De ezt nagyon nehéz elmondani az embereknek, és hogyha 30 év, én is agymosásnak mondom, ezt még 15 évvel ezelőtt azt mondtam, hogy nem így van, de most már azt mondom, hogy 32 év agymosás után Magyarországon, hogy kimegyünk az utcára és elkezdjük mondani, hogy te személyes sorsod azért ilyen, meg a családod is, mert rosszak a tulajdonviszonyok, akkor ugye az jön vissza, hogy te gyilkos kommunista vagy, és akkor ilyen értelmezhetetlen vitába keveredünk azonnal, ezt kell megugrani, hogy hát nem erről beszélünk. Zoli? Ez így van, igen. Jó sokat beszéltem, bocsánat. Nem. Ha van értelme tartalma, akkor az nem sok. A madzagra vigyázz lenyed. Nehéz lesz ezt így megfogalmazni, hisz többször elhangzott már, és most ezt csak így viszonyításként, ugye, hogy a félelem mint olyan, hogy félünk az atomháborútól, félünk a háborútól, tehát minden agresszivitástól félünk, mert hogy az hatalmas pusztító erővel bír. Van egy valami, amihez nem kell semmi, és mégis sokkal nagyobb pusztító ereje van. Ez a hazugság. Az, hogy eljutottunk ideig, és az emberiség eljutott idáig, az semmi másra nem szól, csak a hazugságokról. Erről kéne leszokni, és őszintén oda kéne állni mindenkinek a tükör elé, és belenézni, és elmondani neki, hogy miért is kell nekem akár egy újabb telefon fél év után. Miért kell nekem bármit birtokolnom? Mert ha birtoklok valamit, azt fent kell tartanom. Minél több dolgot birtoklok, annál több dolgot kell fenntartanom. És ha valóban arról van szerünk, hogy tényleg az a fontos, hogy mi boldogságban élünk, szeretetben éljünk és békességben élünk. Plusz meg a gyerekeink is. Meg még ők is. És élhessenek, akkor miért nem afelé kezdünk el orientálódni. Itt a tulajdonviszony. Ugye mindenki azt gondolja, hogy amilyen van, az az övé. Nézzünk mögé. Biztos? Egy állam területén vagyunk. Minden, ami az állam területén van, az az állami. Most az, hogy én tulajdonosként vagyok föltüntetve, az egy dolog. Elvihetem minden? Nem. Becserélhetem valamire, mondjuk pénzre, és máshol vehetek érte egy másik, mondjuk ingatlant. Ha éppen nem tetszik ez a hely, és akkor tovább akarok állni. De alapjába véve, sőt, ha még előbbre megyek, akkor minden, ami meg fölelehető ezen a bolygón, az a bolygóé. Ezért bárki... Nagyon zöld vagy. Bárki... Nem, de zöld, de hogy próbáljuk meg elindulni az alaptól. Tehát, hogy értem én, hogy az elme szereti ezeket, fölosztani ezeket a dolgokat. Amivel nincs is semmi baj, csak tudnunk kéne akkor azt, hogy miért is tesszük. De itt valahogy valami nagyon elcsúszott. Én magam részéről, és itt nehéz meghatározni, hogy mi a magántulajdon és mi az állami tulajdon. Tulajdonképpen minden lehetne állami tulajdonban. Nekem nem kéne megvennem semmit, igényelhetem is. Fizethetek érte munkáért, így is, nem csak munkával fizetek most jelen pillanatban, hanem még más értékekkel is fizetek azért, hogy megkapassam azt a harmadik értéket, vagy bármit is.
miért ne lehetne egy olyan társadalom, mondjuk ahol én szeretnék, mit tudom én, ez az autóm, de ezt lecserélném, és eleve az az autó nem a kukába megy, vagy nem, mit tudom én, mi lesz belőle, hanem beviszem a kereskedésbe, vagy aki ezt kiossza, odaadom. Ők beveszik, amiből majd alkatrészt ugyanúgy visszagyártják, mert vissza lehet 100%-ba gyártani, én meg helyette kapok, nem mellé, helyette kapok mondjuk egy, tegyük fel, mondjuk egy környezetbarátabb, vagy modernebb autót. Ezt is meg lehetne valósítani, de mi valamiért nagyon ragaszkodunk a birtoklásért. De miért, azt nem tudjuk megmondani. Vagyis hát túlnyomó részt nem tudják megmondani, hogy miért ragaszkodunk. Hogy ezt hogy lehetne szélesebb körben megértetni emberekhez, ehhez talán, és a magántulajdonban is egy picit vissza, elnézést, ha így ugrálok. Ugye itt a legnagyobb problémát az okozza, hogy most jelen pillanatban, ha megnézzük mondjuk kicsiny hazánkat, itt a magántulajdonban van az állam is. És innentől kezdve már elég furcsán értelmezhető, hogy mi is a magántulajdon. Tehát az állami tulajdon, az biztos állami tulajdon lesz? Nem lehet, hogy az ugyanúgy magántulajdon lesz? Hát tehát, hogy most állami pénzből csinálnak magánmilliárdosokat, ezt elmondhatjuk. Hát van benne némi ízé. Tehát, hogy igazából szerintem az a probléma az emberek, hogy nincs arra garancia, hogy mondjuk ami állami tulajdonba kerül, az tényleg az állami lesz. És nem fogják kihasználni megint őket arra, hogy Sógor Pista Jóska, akárki megint csak vagyonosodjon. Hát tegyem hozzá én is a magamét, mert tényleg nagyon nagy figyelemes érdeklődésen hallgattam, amiket mondtatok. Ez a tulajdonképpen a kié is csak egy személyes apróságot. Én nekem jövő februárban telik le a lakáshitelem. 66 éves vagyok, és így tulajdonképpen a nyugdíjas koromra el is értem azt, hogy idézőjelben legyen egy saját lakásom, hiszen még a mostan ebben az órában is elviheti a bank, ha nagyon akarja. Tehát ilyen értelemben csak hihetek abban, hogy ez az én tulajdonom. A vicc az egészben az az, hogy én ezzel egy oknál fogva, én már most a gyerekeimre irattam ennek a lakásnak a tulajdonjogát, tehát praktikusan én nekem ez a lakás a te értelmezésed szerint is ugye soha nem volt az én kizárólagos tulajdonom, hiszen a bankkal osztoztam ezen az élménnyel, ha szabad így mondanom. Mi több, mire én a bankot ugye kiszorítom ebből a képletből, addigra meg van megint nem az enyém. Tibor, kétszer közöttad a lányos. Tehát tulajdonképpen, na most egyébként, hogy azt belevesszük, hogy Magyarországon hány és hány lakás otthon van terhelve hitelekkel vagy egyéb dolgokkal, akkor még cifrába helyzet, hiszen ugye ezek az emberek, ezek egyáltalán nem mondhatják magukénak ezt, és sajnos főleg a mostani gazdasági helyzetben, akiknek komoly hiteleik vannak a lakásokon, azok, hát nem gondolnám, hogy ezt az életük szép időszakaként fogják megemlegetni. Ezzel együtt én azt mondom, hogy van valami erő, ami tulajdonképpen szabályozza ezt a tulajdont, hiszen nem úgy van, hogy mindenkinek korlátlanul lehet tulajdona, hanem úgy van, hogy ez egy hazugság, ez egy elméleti lehetőség, hiszen nagyjából az ember kimegy az utcára, és 90%-os pontossággal meg tudja mondani, hogy neked biztos nem lesz, neked sem, hát neked igen. Tehát a kapitalizmus az így úgy amúgy, de azért kiszabályozza azt, hogy ki az a szűk réteg, aki elméletileg nem vonja meg a többiektől a gazdagodás lehetőséget, csak éppen gyakorlatilag. Ugye példának okáért szokták emlegetni ezeket a híres amerikai milliárdosokat, Bill Gates-től kezdve, Elon Muskig és mindenki. És aztán a végén még kiderül, hogy valahogyan így vagy úgy, de azért mindegyik a Harvardon végzett, akármilyen nehéz sorból indult, ezért azért, amazért. És akkor vannak ezek a keltetők, ugye,
ahol vagy milliárdos keltetők, aminek nem is az a lényeg, hogy ott mit tanulsz, hanem az, hogy milyen kapcsolatok, milyen haverokkal tanulsz. Milyen haverokkal és kik lesznek a tulajdonképpeni barátaid. És valójában én azt gondolom, hogy kéne találni egy olyan és igazságosabb mechanizmust, ami az anyagi javaknak a felosztását vagy szétosztását jelenti. Én ezt hívom igazából szocializmusnak. És még annyit hadd mondjak el én is, hogy én emlékszem még arra a korabeli fotókra, híradásokra, bizonyos értelemben reklámokra, amilyen idealizált akkor a szocializmus felé tartó útnak hívták. Jellemző módon egyébként a Kádár rendszer soha nem tartotta magát szocializmusnak, hanem azt mondta, hogy építjük, vagy leraktuk az alapjait, tehát ilyen közelítő jellegű volt, ez csak később mondták rá, hogy hát a szocializmus. Hát innen nézve az volt, de hogy egyébként ők meg pontosan tudták, hogy az még nagyon nem. Ez így van. Még az ő fogalmaik szerint sem. Ez így van, és ennyiben én azt érzem, hogy ez egy korrektebb dolog volt, mert senkinek nem mondták azt, hogy itt szocializmus van, itt proletár diktatúra van, mert hogy építjük a szocializmust, ami majd egyszer eljön, hát egyelőre még ez nem következett be, de nyilván azért mi reménykedünk ebben. De azt akarom mondani, hogy ott is voltak idealizált családok, amikor XY megkapta az autókiutalást, a tévét, a porciót, és akkor meg fölépült az ilyen lakás, az olyan lakás, az amolyan lakás, szövetkezeti, meg vidéken, főleg ugye modern házak, ami addig nem volt. És tulajdonképpen most is ugyanez van, hogy ha én megnézek egy reklámot, mondjuk egy TV reklámot, amit mondjuk televíziókészüléket reklámoz, és akkor van egy idealizált család, szőke kislány, barna kisfiú, szőke anyuka, barna apuka, és akkor mindenki nagyon csinos, mindenki nagyon szép, mindenki nagyon vidám, mindenki nagyon szeret mindenkit, gyönyörűen van berendezve a lakás, az utolsó művirág is a helyén van, a könyvek, ha vannak egyáltalán, az is a szőnyek a konyhában függőlegesen állnak a kések, és akkor tulajdonképpen ebbe a közegbe beleraknak egy csodálatosan jó a reklámozott televíziós készüléket, és akkor az ember belegondol, hogy mi ezeknek nem volt eddig tévéjük, ott van a marhagó lakásuk, és, igen, és akkor ugye... De még ez kellett. Kiderül, hogy tulajdonképpen kivágtak a szemétbe egy tévét, de azt már nem hozza a reklám, ugye? És ezen felül pedig... Ott az erdőben. Ezen felül pedig az, hogy ha én bemennék egy üzletbe, és azt mondanám, hogy adjának engedélyt arra, hogy minden egyes tévékészülék vevőt hazakísérjem, és megnézem, hogy hova teszi le, szerintem ezerből egyszer se találnánk el azt a reklámban való szituációt, hogy az ideális. Tehát magyarul azt akarom mondani, hogy mind annak idején az előző rendszerben, amit én most csak nevezük így a Kádár rendszerben, mind pedig a mai kapitalista rendszerben tulajdonképpen hazug ideákat mutatnak. Így van. Ami körülbelül azt mondja, hogy na e felé megyünk. És én a magam részéről pont úgy képzelem el a szocializmust, hogy az emberi szűkösségek rendkívül sokat oldódnak, tehát az jut mindenkinek. Viszont cserébe, és talán az izraeli kibucok azok, amelyekben ez a mai napig is gyakorlatban megvan, hogy valahol a szükségletek szintje próbálja meg ellátni és egyben korlátozni az embereket. Nem tudom, ki volt közületek ilyen közeli, kibuc közeli helyzetben, tehát látta, hogy hogyan működik, vagy valami. Igen. Én jelentkezem. Nekem igen. Családtagjaim is igen. Kibucnyikok, ugye ezt ott így hívják, mert az én édesapám az 56-ban ugye a családjával emigrált, tehát őt vitték, mert 16 évesen nem akart menni, de a híresen agresszív anyukája mondta neki, hogy de jössz. Ment, és aztán ő hazajött, ám de a két húga és az anyukája kimaradt, és az egyik húga az kibucnik lett, és ugye ott az egész család ott kibucban élt, úgyhogy és aztán talán amikor már ki tudtunk jutni 90-ben hozzájuk, mert ugye édesapám 63-ban jött haza, és aztán utána 30 év, vagy 20, több mint 20 évig sehova senki, és amikor végre ki tudtunk menni, akkor láttuk, akkor voltunk ezekben a kibucokban, amik hát sajnos már azért elmullottak, tehát vannak még, de
de Izraelt is, ami egy elég erős balos alapokon épült föl, azt erőteljesen zúzza szét a úgymond kapitalizmus, bár egészen máshogy néz ez ott ki, mint nálunk. De szóval a kibucban az egy fantasztikus, olyan volt, mint egy magyar falu, de minden közös. Tehát volt egy, és tényleg a szükségleteknek megfelelően voltak. Tehát volt a falunak volt úszómedencéje, egy közös étkezde, voltak benne házak, és volt benne munkahely. De nem volt, nem volt fizetés. Nem volt fizetés, mert mindenkinek volt a megfelelő szobaszámú lakása, tehát hogyha te egyedülálló vagy, akkor egy kicsi, ha ketten vagy, akkor egy picit nagyobb, egy gyerekkel még nagyobb, két, szóval, hogy így a gyerekeket vitték ódába, iskolába, kibucon belül, tehát egy ilyen nagyon kompakt valami volt, az összes nyugével és az összes fantasztikus dolgával, hogy marha erős volt a közösség. Annyi pénzt, ilyen költőpénzt kaptak a munkájukért elvégezve, mindent megkaptak bent, de nyilván mindenkinek valamennyi a közösből, amit ők megtermeltek, és akkor talán egyformán mindenkinek volt valamennyi költőpénze. Pont. Ugye ezeknek ugye egyrészt ezek kibucoknak védelmi szempontból is nagy szerepük volt, meg hát aztán gazdasági szempontból is óriási szerepük volt. Most ez már annyira nincsen, de maga a cucc, azért az nagyon benne van még az ottani társadalomban, és ők nagyon is büszkék, és egy nagyon nagy összet. Izrael amúgy is egy óriási, a rengetegféle széthúzás mellett, a sokágú széthúzás mellett, azért például ez a kibuc mozgalom, ez egy nagy összetartó ereje annak az országnak. Én meggyőződésem, hogy ez például a magyar vidéknek az egyik újra teremtése tudna lenni az ilyen jellegi működés. Hát gyakorlatilag ez egy szövetkezetnél erősebb ügy, mert hogy nem az van, hogy van a falu és van annak egy szövetkezete, hanem maga hanem, a falu a szövetkezet. Hogy a falu a szövetkezet. Maga a falu szövetkezet. Tehát, hogy ők együtt vannak, és mindent közösen. Hát rengeteg haszna van, mert tényleg nem kell mindenkinek traktor, nem kell mindenkinek autó, de ha kell autó neked, akkor fogod a kibuc autói közül az egyiket, és elmész fel a városba. Tehát nem azt jelenti, hogy te nem tudsz mozogni, meg nincs lehetőséged. Mindened van a kibucnak. A kibucoknak voltak másút lakásai, tehát ez egy más városokba, településeken, tehát hogy ezek ilyen elképesztő mélyen struktúrált dolgok voltak, és még most is azok. És ez egy életforma, hogy hát neked nem kell saját autó, hát beülsz a kibuc kocsijába, nem kell neked saját üdülő, hát van a kibucnak üdülője, hogyha hát nyilván Izraelben, hogyha el akarsz menni. Nem kell saját lakás, mert van közösen lakásotok, és neked egy másik lakás kell, akkor szólsz, hogy hát én ezt meguntam, és szeretnék cserét kérni, mert elváltam, vagy összeköltöztem, vagy áthoznám az anyukámat, szóval, hogy ennek ez egy ilyen nagyon mély, nyilván a gyerekek ugye állandóan közösen együtt, szóval ez egy nagyon-nagyon komoly életforma, ami sajnos ezt hozzá kell tenni, hogy ami mára a kapitalizmus ezt nagyon erőteljesen kikezdte, és ez a magántulajdon kezd egyébként ki, mert hát nyilván ez hát de annak mercie van, meg saját lakása van, meg mit tudom én, és hát a fiatalok, a harmadik generáció az kirepült. Vannak, akik visszamennek, de azért ez ott is úgy tűnik, hogy azért ennek leáldozóban van, sajnos. Ha nem is kibucba, de például neked a környezetedben ilyen szövetkezeti típusú tapasztalatok vagy rálátások, azok úgy hogyan vannak? Igazából csak emlékeim vannak. Ugye, mint említettem, Orosháza mellett Gyökeresben éltünk, ott ugye TS-ben működött ez a kis település, inkább TS-ben dolgozott mindenki a településen. Nem az a fajta, amit a Sanyit a kibucokkal kapcsolatban elmondott, nem ez alapján működött, de próbáltak kialakítani egyfajta, hát én úgy mondanám, önellátást. Tehát van a kicsi falu, és az önmagát el tudja látni. Rettentő nagy közösségépítési hatása volt, tehát azt hozzá kell tenni, hogy akkoriban tényleg az volt, hogy bár nem ezen módon, de hogyha kellett egy lakás valakinek, vagy a gyerekének kellett, akkor összeállt a falu, és felépített nekik egy házat, tehát hogy és segítettek mindenben, hogy ő tudjanak boldogulni. Tehát ilyenfajta tapasztalat, emlék
emlékem van inkább, mint tapasztalat, mert hát én még ugye ebbe csak résztvevő voltam, csak élveztem, tenni nem nagyon tettem bele semmit. Úgymond gyerekként. Így van, így van, így van. Amellett így elmondva, és úgy végig gondolva ezt az egészet, viszont rettentő fenntartható lenne, ha már én ettől nem tudok ugye elszakadni. Nem, ez abszolút. Tehát ez rettentő fenntartható lenne környezetileg is, hisz az, csak annyit vesznek ki a környezetükből, amennyit fel is, vagy konkrétan szükségük van ahhoz, hogy él a jóléthez. És itt szeretném egy kicsit kihangzulni, hogy a jólétet, meg a jól létet. Tehát ha már amúgy is célszerű lenne ugye magában a szocializmusban, ahol központi a mondjuk úgy a ellátási rendszer, a rendszerezés, akkor hát hogy is mondjam, hogy érthető legyen. Most itt egy kicsit ilyenkor elnézést kérek, de túl sok minden infó jön és azt szelektálnom kell. Engedd rá. Nem akarom, mert az van, akinek sok lenne, és érthetetlen. De a lényeg az, hogy ahhoz, hogy ugye jól éljünk, semmi másra nincs szükségünk, csak ahhoz, hogy életben maradhassunk. Ez picit furcsán hangzik, nem tudom máshogy lefordítani, de erről van szó. A jólét, meg minden más ezen kívül, amit magunk köré tudunk rakosgatni. Ugye ez a különbség, a jólét és a jólét között. Nálam. Tehát, ez hogy kihangsúlyozom, hogy nálam, igen, tehát, igen. Hogy nem, ugye ez az igazság, mert igazság mindenkinek lehet igaza, és mindenki hazudhat, de hogy nálam ez így jön le. És az, hogy a továbbiakban, tehát a jövőre nézett tekintettel fönn tudjuk tartani, már csupán csak a jólétet is hatalmas nagy erőfeszítésbe fog nekünk kerülni. Ha most nem lépünk az irányba, vagy nem mozdulunk el az irányba, hogy letegyük ezt a ragaszkodási mániánkat, és hogy az az értékes ember, aki minél többet gyűjt maga körül össze bármiből is, akkor rövid időn belül tényleg azzal fogunk szembesülni, hogy a fennmaradásunkhoz nem lesz elegendő erőforrás. Erőforrás. Most egy kicsit a képi világból megyek az általános világ felé. Én apai ágon nagyon erősen kötődöm a vidékhez, azonban az Zala megyéhez, egy kis faluhoz, ahol a nagyszüleim éltek, Pókaszepetknek hívják. És ugye én 1956-ban születtem, ami azt jelenti, hogy olyan 4-5-6-7 stb. Évesen én azért már úgy eszméltem, úgy megmaradnak a fülem, megmaradtak a fülembe különböző dolgok. És mint hogy ugye nyaranta mindenképpen, hát máskor is, de nyaranta feltétlenül egy-két hetet ott töltöttem a nagyszüleimnél a faluhelyen. Ennél fogva ugye mindig adódott nekem egy olyan élmény, hogy az előző évi szituhoz képest mi változott egy év alatt, tehát nem csak úgy beleszoktam, mint ott a helyiek, hanem tavaly ez nem volt, most már van, vagy tehát így szakaszolva láthattam a dolgokat. És hát ugye 61 volt, tehát akkor én 5 éves voltam, amikor ugye ez a szövetkezetesítés, erőszakos szövetkezetesítés. Hát az a 61-es az már volt, ahol erőszak volt, ahol nem, az nem az a kádári szövetkezetesítés az nem az volt, mint a Rákosi féle kormányzás. Háromszor futottak ennek neki. És én emlékszem arra, hogy a nagyszüleim apámmal, aki egyébként tagja volt a kommunista pártnak, tehát ő elméletileg is, sőt egyetemi tanárként ő egészen. Nem azt állítom, hogy vitákra emlékszem, de beszélgetésekre igen, hogy hogy jó, hogy nem jó, hát mint jó, és a többi. És még arra is emlékszem, ahogy öregapám saját kezűleg vitte el a lovat otthonról, már a házából, ugye be a TS istálóba. Viszont valahogy megmaradtak a tehenek, és ide akarok kiukadni, egy vagy kettő. És például nekem volt egy olyan feladatom, hogy a öreganyám által lefejt tehet, itt a 4-5-6 liter, vigyem el a szövetkezetnek a pasztőrözőjébe, ami egy ilyen bordás fal volt, ahol végig
fölhevítették, lehűtötték, ugye? És akkor én arra emlékszem, hogy ennek az volt a lényege, hogy elvittük a kannát, abban volt jó sok tej, visszamenetben egy vagy két liter üveges tejet vittünk, meg valami kis pénzt, amit ott kaptunk. És akkor tulajdonképpen az jutott eszembe, és mindjárt jövünk az előforrás, hogy nagyjából az zajlott, mint ami most az elektromos áram tekintetében, hogy fölrakod a házadra az áramot, ezt beadod a nagy közösbe egy adott áron, és egyébként, amit magad fogyasztasz, azt meg visszavásárolod egy magasabb áron. És akkor ugye a tej és az energia csak mennyire hasonló tud lenni, és amit a Sanyi mondott, ugye arra is szerintem most főleg ez nagyon akaratlanul is hozzá fog minket szoktatni ahhoz, hogy az új szabályozó az valójában a magas áru energia lesz. És ugye azért nem lesz már filléres dolog az 1000 kilométerről ide hurcolt bármi, hanem amiért egyfolytában rimánkodtunk, hogy jaj, miért nem helyit az iskolákban helyi almát egyenek, és hát most fognak. Ugye? Tehát a rimánkodást nem használt, most a magas árak ezt ki. Hát most szemben a valóság. És ugye a viszonylag elszigetelt Norvégiában, ez egy érdekes tapasztalat, hogy ott, ahol szerintem szocializmus van, vagy legalábbis arra hajazó történet, ott megcsinálták azt, de nem most, évtizedekkel ezelőtt, hogy társadalmi úgy döntöttek, hogy irgalmatlan drága lesz az energia. Mesterségesen maguknak fölcsürték az egekbe az árat, miközben, és a mai napig Norvégiában a legdrágább a gáz, amely Norvégia egyébként a világ egyik legnagyobb gáztermelője. De ezt ők tudatosan csinálták, hogy iszonyú drága, nem is nagyon használnak egyébként gázt, hanem hatékonyan abból áramot csinálnak és árammal élnek, azt ugye ezzel a konverzióval is lényegesen hatékonyabb, meg gazdaságosabb minden. És én azt gondolom, hogy ha valaki nem feltétlenül és ilyen elméleti rendszertámadásokkal, hanem merő praktikusan próbálja megközelíteni azt, hogy na hogyan lehet ezt a szocializmus felé elindulni, én azt gondolom, hogy valahol az egyik lehetséges kulcs az energia. Erről majd... Szerintem. Tessék? Meg a józanész. A józanész önmagától nincs. Igen. Oké, okay, de hogy rendben van, de hogy... Szóval hogy azt irányítani is kell. Tehát tényleg, amikor... Igen, de hát ugye el kell, hogy emberek, amit most csinálunk, és ezt be kell valahogy bizonyítani, vagy magát bizonyítja be, mint ahogy most éppen itt látjuk, ami történik körülöttünk, hogy tényleg hol mi energiaforrásokért tántorgunk most már hónapok óta egy világháború szélén, vagy nem tudjuk mi szélén tántorgunk, de hogy értelmezhetetlen az egész ügy, mert emiatt minden elszabadul mindenhol. Miközben az én látásom szerint azért ezt egy ilyen asztal mellett hozzá meg lehetne beszélni, hogy ki keres hány milliárdot, ha nem tudom mi, csak tehát, hogy szóval, hogy ez ennyire... Hát ez a hazugság még. Szóval, hogy itt, és akkor nem kéne ellövöldözni 1000 milliárdos fegyverkészleteket, amik... Amivel mások csinálni, csak szóval, pusztítjuk szóval, a környezetünket is. Tényleg iszonyat az egész. És szóval, hogy a józanész ugye azt diktálná, hogy mindenkinek legyen egy alap normális élete. És mert nyilvánvalóan biztos, hogy vannak közöttünk zsenik, meg olyanok, akik jól vezetők, meg vagy jó szervezők, vagy nem tudom, vagy jól beszélők, mindenféle van. És az átlag emberek, mint például én, az nem ilyen, de ettől függ, az átlag emberekből majdnem olyan 6-7 milliárddal több van, mint az előbb általam felsoroltakból, akiknek egy része, mert ez azért, mert valaki jó képesség, attól még nem biztos, hogy ezért, egy részük, szó szerint pár tízezer, vagy pár millió ember, olyan irgalmatlan erőforrások fölött rendelkezik, amit egyébként a közösség termel meg, hogy értelmezhetetlen az egész, és tényleg ott van, hogy nem hogy egy földet, de két földet is tudnánk táplálni, meg energiával ellátni, meg ilyen, tudom, tehát lassan már hogy a Hold, meg a Mars gyarmatosításáról beszélünk, és nem csak úgy össze-vissza, hanem tényleg, miközben lőjük a más A oldal, hogy minden jó, és a B oldalon meg lőjük magunkat vissza a középkorba. Tehát, hogy így tényleg nagyjából, és hogy e között valaki kinyitja bármelyik újságot, akkor tényleg most nem tudja eldönteni, hogy most mi készülünk megkódítani az űrt,
vagy a következő cikket elolvasva, hogy visszalőjük magunkat valahová a legsötétebb középkorba, mert nem tudom miért. Mert valakinek, valaki ebből nagyon gazdag lesz, és akkor majd neki jó lesz. Tehát, hogy tök benne a józanész irányába elmenni, ami tényleg valószínűleg azt jelenteni, hogy kevesebb, jóval kevesebb, vagy nem létező mennyiségű szupergazdag, meg nagyon gazdag, meg más milliók, milliárdok munkából meggazdagodó ember van, és sokkal több általában jól élő ember, és ami jól élő, az nem azt jelenti, az nem azt jelenti, hogy ő hetente új telefon, meg két évente kicseréli a konyhabútort, hanem az, hogy jól él az ő közösségében, meg az ő környezetében, és ami számára a jelenlegi kor színvonala mellett elvárható, azt ő meg tudja magának kapni, vagy szerezni, meg biztosítani a családjának. Ez lenne a normalitás. Képesek lennénk erre? Ez tuti. Az a kérdés. Te mennyire hiszel a józanészben? Én nagyon hinnék a józanészben, de a józanészhez, ahhoz hát sarkából kéne kifordatni a világot. Ezt szerintem. Ezt megnekelték, nem? Igen. Tulajdonképpen, mert hogy igen, ez is relatív, mi a józanész. Nehéz józanészről beszélni. Nagyon elcsúszunk ott, hogy ugye akár a médiában megjelenik valami, akár az újságban olvasunk, az semmi más, csak közlemény. Mégis sokan készpénznek veszik. Ha van valaki, egy ismert ember, ez lehet akár egy professzortól kezdve, egy gazdasági szakemberig, amit mond, az is közlés, de mégis ténynek veszik. És itt kezdődnek a problémák, hogy minden ténynek veszünk, ezért veszekszünk állandóan mindig mindenen, ezért rossz ez, ezért rossz az, ezért hülye az, ezért hülye amaz. Folyamatosan más se csináljuk, csak kritizáljuk egymást. Nem megkülönböztetjük, hanem kritizáljuk egymást. A józanság amúgy jelen van a mindennapokban. Tehát a személyeknél magukban, egy családban jelen van. De abban a pillanatban, hogy két ilyen család összefut, akkor valahogy így köddé válik. Mindenáron a saját igazukról akarják meggyőzni a másik embert, mert ő úgy hallotta, nem próbálta, nem járt utána, nem tapasztalta meg, de úgy hallotta, hogy neki ez nagyon hogy ez így van. Másik meg máshogy hallotta. Az meg máshogy hallotta, mert neki más mondta, aki ő benne bízik. Ugye itt ezt tapasztalhattuk nagy mértékben ugye a pandémia alatt, tehát azért rettentő sok orvos, virológus és mindenki felszólalt, akik egymásnak is ellent mondtak, azért elég rendesen. És milyen jó kerestek vele? Hát most igen, de hát erről szól, tehát azt tudomásul kell venni, hogy a kapitalizmus az erről szól. A haszonszerzésről, vagy vagyonosodás, vagy ki hogy szeretni ezt mondani, ez erről szól. És ezért nem szeretik a szocializmust és járatják le, Már igen, tehát hogy egy az, hogy rossz fényben van föltüntetve, mert valljuk őszintén, hogy eddig még nem volt, egyáltalán nem volt se szocializmus, se tisztán kapitalizmus, semmiik nem volt, egyik sem. Hát kapitalizmus ilyen sok formáját. Ilyen kutymák volt, mert hogy alapjában véve, legyünk őszinték, nem tud egyik a másik nélkül létezni. Tehát ahhoz, hogy legyen kapitalizmus, ahhoz kell lenni szocializmusnak, mert ahhoz kellenek emberek, hogy át tud fordítani a másik oldalra. Kellenek családok, kellenek közösségek, meg különben nem működik. És azt se veszik észre az emberek, például csak egy kis kitérő, hogy jó pár ezer évvel ezelőtt küzdöttek ugye a szabadságért, tehát hogy ne legyen, minek hívták ezt, rabszolgatársadalom. Amit elértünk, az, hogy nincs rabszolgatársadalom, hanem hogy fogalmazzam, tehát nem az a fajta rabszolgatársadalom, hanem munka alapú rabszolgatársadalommá váltunk. Hát ez egy önkéntes. Ez a bérrabszolga tulajdonképpen, talán ez lehetne a legjobb. Szoktam mondani, hogy a tőkés gazdaság kialakulása az annak köszönhető, hogy a rabszolgatartók megunták a rabszolgák eltartásának a költségeit. Nagyjából ez. És akkor innen állt. Nem sok minden változott. Mert ugye akkor felelős volt a rabszolga haláláért is, ugye a tulajdon. Igen, így most viszont... Most viszont én megvartam meghalt, tehát magad talált meg, és nem az én... Te általad fönntartott lakásban, mi építettünk neked. Igen. És milyen érdekes még az is például, hogy ha egy az oktatás is, hogy a kapitalizmus mennyire felhasználja az oktatás, mint olyan. Tehát az az oktatás, ami most
oktatás címén megy, ez baromira nem oktatás. Tehát nem arra oktatják a gyerekeket, hogy gondolkozzanak, hanem arra oktatják, hogy ez így van, ezt magold be, és aki ezt vissza tudja jól mondani, az az Uber Franco. Az, hogy egy kukot nem ért az egészben, az senkit nem érdekel. Igen. Aki már önállóan is gondolkodik, azt meg üldözi, mondjuk ilyen annak is volt, annak idején is volt, ugye a boszorkányokat is üldözték, mert ők valami olyat tudtak, amit amúgy azok, akik irányították az életet, azt nem. És akkor innentől kezdve a konkurencia ugye az már eleve. A mai napig is megy ugye ez a vallásos dolgokba, itt is semmi másról nem szól, csak mindenki ragaszkodik az ő saját elképzeléshez. Kérlek szépen, igen? Hogy hát ugye, amit az mond, szóval, hogy ez az oktatás, meg hát, hogy ez, ugye ez a tipikus, ez a piac eldönti, és akkor a piac eldönti, hogy a gazdag szülők gyerekei jó iskolába járnak, ahol egyébként tárgyi tudást is tanulnak, ám de gondolkodást is, mert szerintem, és azért mind a kettő, szóval azért kell tárgyi tudás, mert azért az fontos, de nyilván kell, hogy hogyan használd meg szóval minden napjátnak, stb. Tehát, hogyha van erre pénzed, vagy kapcsolati tőkéd, akkor ilyen iskolába fog járni a gyereket, ha nincs, akkor olyan iskolába fog járni, ahol tényleg alulfizetett, fáradt, frusztrált tanárok tolják bele a gyerekekbe a megemészthetetlen mennyiségű, száraz tény anyagot, ami teljesen értelmezhetetlen, csak arra jó, hogy mindenki megutálja a tanulást, meg a tudást, és az iskolát magát, mint olyat. És akkor ez így nagyon egyszerű, mert a dolgozói réteg az szépen újra termeli magát, és a gyárak felügyelőbizottságának a tagjai is újra termelik magukat. Egyébként ez egy katasztrófa, hogy ha van fölháborító dolog, akkor az ELSZ, a Magyarország abszolút szegregált az oktatás, de nem csak sajnos, hát sajnos fai alapon is, én nem akarom megkerülni ezt a kérdést, de sokkal súlyosabb, hogy, vagy legalább ennyire súlyos, hogy pénz alapon is. Igen. Tehát, hogyha egy tök átlag ember vagy, akkor te neked a gyereket nem fog normális iskolába járni, már általános iskolába se, már óvodába se, hát középiskola, főiskola, egyetem, az meg lehet, hogy eljut valamilyen felső oktatási intézményben a gyerek, de az a tehát mondjuk, hogyha nem az ELTE-n végzed a jogot, mondjuk, most mondtam valamit, akkor azért az a jogi diploma nem lesz pont ugyanolyan, mint ami az ELTE-n van, és az életben nem fognak alkalmazni normálisabb állásokban ebbe, vagy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meg kell érte küzdeni. Tehát itt ez a rendszer, ez így borzasztóan igazságtalan. És ebben van még egy csavar is, már bocsánat, hogy így közben szólok. Hogyne? Hát ott van még az egészségügy is. Hát ott ugyanez van. Ez egy olyan érdekes dolog, mert annak idején ugye a kínai medicina az arról volt híres, hogy akkor jártak az orvoshoz a paciensek, hogy egészségesek voltak, mert nekik azután kaptak ellátást és pénzt is, hogyha az ember folyamatosan egészséges maradt. Most mi történt? Most az a lényeg, hogy minél több betege legyen az orvosnak. A kínai medicinában ugye ezt akár halálbüntetéssel is díjazták, hogyha túl sok betege volt egy orvosnak. Ma meg ebből élnek. Tehát, hogy mennyire megfordult már. Nem azt mondom, hogy a szocializmus volt, de az azért ez a része az, hogy igenis az az ember egészségesen tudjon élni, és ez a feladata tulajdonképpen egy orvosnak, az arról szólt. Most már csak a pénzről hát szól. Igen, de ez inkább a nyugati orvoslásnak a sajátja az, hogy ez tényleg nem tenném oda a kapitalizmus bűnei közé. Nekem az oktatásra kapcsolatban mindig az egyik kedvenc ilyen szólásmondásom, ugye, hogy mennyire nem tudják térben, időben és összefüggésekben elhelyezni a megtanult dolgokat a diákok. Hogy ugye egyfelől mindenki tudja, hogy mi az, hogy pízai ferdetorony, ezért milyen szép csipkés, ezért milyen helyes görbülete van, stb. Meg hogy jöjj, de szépen magas, meg áll, meg a mai napig is, meg ugye másikában tanulunk a honfoglalásról, hogy a mongol hordák elől a magyarság a mocsarakba menekült, és próbált elbújni, és mit. A pízai ferdetorony építése és a magyarok mocsárba való bujdoklás az egy időben volt. Igen. Egy időben volt. Ugyanis erre így, hogyha rávilágítasz csak per történelem szinten, akkor már elindul a gyerekeknek a gondolkodása. Ezzel együtt, hogyha szabad egy icipici összegzést tennem, de még mielőtt ezt megtenném, én is egy mondatot mondjak arról, hogy ugye van a
mesterséges intelligencia, amitől mi azt várjuk, hogy penge legyen, hogy mindent földolgozzon, és nagyon ott legyen, toppal megint. És főleg, hogy ne hazudjon, ugye? Hát, igen. Bár lehet, hogy a mesterséges intelligenciának hát, tudom megtalálva hazudni, ezt nem tudjuk. Ez az első dolga. Van esze, akkor ez az első dolga. Viszont a humán intelligencia az mindenféleképpen képes erre a történetre, a hazugság beállítására. És én most, mikor mondtad ezt a hazugság dolgot, hogy eszembe jutott, hogy vajon a szocializmusban meg lehetne azt csinálni, hogy mondjuk a közélet szószólói, tehát a politikusok esetében, mielőtt kamera vagy mikrofon elé kerülnek, rákötnek ilyen hazugságvizsgálót, és akkor a képernyőn menj egy ilyen villogás, vagy akár az országgyűlésbe vezet, hogy ahogy tudod, mindig fölállnak, fölcsültetik a mikrofon, de karjuk egy igazi hazugságvizsgálót, és hát szerintem... Nagy csönd lenne, vagy végig visítana az egész. Szóval gyakorlatilag én a szabad, ennek a, nem a témának, de ennek a mai beszélgetésnek egyféle ilyen összegzését hadd tegyem, mint a féle házigazda, hogy tulajdonképpen az egyik ilyen pártjelszó az akár az is lehetne, hogy minél kevesebbet kell hazudni, hogy minél jobban éljünk. Tehát ez talán így, ez még önmagában nem a szocializmus, de nyilvánvalóan azért, és ezt talán mindenki felé érdemes hangsúlyozni, hogy nekünk a szocializmus az alapvetően jól létet jelent. Afelé el kell indulni, és ahogy a Sándor megint csak a végén is hadd idézzem, hogy menet közben szereljük a repülőt vagy az űrhajót, hogy induljunk el bátran, és őszintén nézzünk szembe azokkal a dolgokkal, ami sérti az igazságérzetünket, vagy valami, és ezeket apránként korrigáljuk egy adott ideálhoz képest, és ez a szocializmus, és nem az a fontos, hogy azt az adott ideát úgy érjük el, vagy úgy teremtsük meg, ahogy mi most azt gondoljuk, hanem az, hogy a jól lét valósuljon meg, még akkor is, hogyha az idea menet közben marra sokat változik. És én tényleg ezekkel a szavakkal köszönöm meg, hogy itt most ezt a kis időt egymásra szállhattuk, illetve remélhetőleg a nézők vagy a hallgatók is bizonyos mértékig nem csak úgy érdeklődve figyelhetik ezeket a gondolatokat, hanem abból talán saját maguk is tudnak további gondolatokat faragni. Úgyhogy nektek köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A hallgatóknak és a nézőknek ígérjük meg, hogy fogjuk még folytatni ezt a sorozatot, ma csak ilyen alapozó jellegű beszélgetés volt, de aztán majd jönnek a különböző szakpolitikai kérdések, úgyhogy a Sinistroversum visszavár mindenkit. Még egyszer köszönöm a figyelmet, és a legközelebbi találkozásig mindenkinek sok szerencsét. És bort, búzát, békességet mindenkinek. Így van. Akkor ki is kapcsoljuk a kamerát. Általános jól létet mindenkinek.